Szent János könyvéből. Abban az időben így szólt Jézus tanítványaihoz: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét visszajövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek. Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hogy hová mégy. Hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el atyámhoz, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, melyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább tetteimért higgyétek. Bizony, bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végben vinni, melyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ez az evangélium igény. Krisztusban szeretett testvéreim, akik itt jelen vagytok a sümegi kegytemplomban, és akik hallgattok a rádióból. A Szent Mise megnyitó könyörgésében azt kértük Istentől, hogy vezessen el minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. A kettő összefügg. Csak a szabadságra jutott ember juthat Isten dicsőségébe. Mert a kárhozat az önmaga rabságába élő, önmagát Istentől elzáró ember állapota. Az Úr Jézus nem azért jött, hogy elítélje az emberiséget, hanem hogy üdvözítse, felszabadítsa. Ezért mondja, hogy elmegyek, helyet készítek nektek. Ebben a földi életben kell beengedni Istent életünkbe, hogy feloldozzon rabságunk kötelékeitől, a bűnökből, mely elzárja a lehetőséget, hogy Istennel kapcsolatba lépjünk. Testvérek, igazi szabadságra jutni, vagy mondjuk szerényebben, az igazi szabadságra törekedni Isten kegyelmével annyi, mint mennyei dicsőség felé haladni. A szabadság, a megszabadulás a legjobb civil szó arra, ami a kereszténység lényege, a megváltás. Az Úr Jézus, az Isten megtestesült fia, halálával bűnbocsánatot szerzett nekünk, föltámadásakor pedig közölte a bűnbocsánatot. Rájuk lehelve az apostoloknak adta a Szent Lelket, és mondta: akiknek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyernek. Ez az egyház. Azért marad örökké fönt, mert arra alakult, ami a leggyalázatosabb az emberbe, a bűnökre, illetve a bűnbánatra. És mindig lesz ember, aki elsírja magát,
és aki szeretné, a feloldozásba részesülne. Ne nyugtalankodjék a szívetek, mondja Krisztus. Higgyetek az Istenbe, és bennem is higgyetek, ugyanazzal a hittel. Az utolsó vacsorán a régi Egyiptomból való szabadulás ünneplésére jött össze tanítványaival. De ekkor elhatározta a végső szabadítást, amikor azt mondta, az én vérem kiöntetik a bűnök bocsánatára. Az Isten fia mondta ezt. Tehát az összes bűn föl van oldozva. Minden. Persze akkor él el hozzánk, ha befogadjuk. A bűnbocsánat készen van. Ezzel ítéletet mondott a bűnös emberiség történelme fölött. Csak az kell, hogy valaki Krisztust elismerje az ő megváltójának, és az egyházban kérje a bűnök bocsánatát. Testvérek, ez az igazi szabadság. Azt mondtuk, hogy add meg nekünk az igazi szabadságot. Mit jelent ez az igazi? Van sokféle szabadság, ami jó, de még nem a teljes szabadság. Azt szoktuk mondani, hogy még nem az igazi. Ilyen a politikai szabadság. Kell harcolni érte a jog és a szeretet fegyvereivel. De aki csak ennek él, az rab marad. Hát az Emmauszi út tanítványok azt mondták, hogy mi azt reméltük, hogy ez a messiás felszabadítja a szovjettől, vagy a rómaitól a Szentföldet, és csalódtunk. És akkor Krisztus azt mondja, és most, hogy felszabadultatok a szovjettől, szabadok vagytok? Mi az igazi rabság? Az a megkötözöttség, az önzés, a bűn. Ez az igazi szabadság, amikor van az embernek jövője. De mást is jelent ez az igazi szabadság. Azt is jelenti, hogy van hamis szabadság. Testvérek, mi az a hamis szabadság? Az igazi szabadság sikeres utánzatai. Mi attól szenvedünk, hogy a legszentebb emberi dolgoknak az utánzatait érjük. A szeretet utánzatai, a házasság utánzatai, vergődés az nem emberi kapcsolat, a barátság utánzatai, a szabadság utánzatai. Mikor utánozza az ember a szabadságot, ha Isten helyére lép, és azt mondja, hogy én határozom meg, hogy mi a jó és a mi a rossz. Ezt most az utóbbit a gyökereig meg kell vizsgálni. Már maga a szabadság felfogásában van valami elcsúszás, és ez az elcsúszás teszi lehetetlenni azt, hogy valaki ma keresztényé legyen. Nem az evangéliummal van baj, nem Krisztus üzenetével, hanem az ember lerontották, amikor azt tanították, hogy a szabadság az választási képesség a rossz meg a jó között. Én akkor vagyok szabad, ha bűnt is tehetek, meg jót is. Nem igaz. Ezt az egyet vigyétek el az egész életre. Ez hazugság. Mert Isten nem tud rosszat tenni. És mégis szabad. A választási képesség a jó és a rossz között egy degradált világ. Az isteni élettől elszakadt ember magának isteni jogokat képzelve, választ a jó és a rossz között. Testvérek, ez már egy mérgezett világ, a halál civilizációja. Persze, ha megkísértetünk a bűn által, akkor a lelkiismeretünkre, illetve tíz parancsolatra kell figyelni, akkor a jót kell választani. De ez az Ószövetség, ez nem a kereszténység. A kereszténység a törvény fölött van. Krisztus megragadt engem. Gyakorlatilag a szentek nem tudnak halálos bűnt elkövetni. Hát az lenne a nehéz. Életük nem ebbe a változásba van, és hogy bebizonyítsam, hogy milyen mérgező meghatározás ez, hogy a szabadság az képesség, főleg kamaszoknak így mondják, meg fiataloknak. Te választhatsz,
a drog között és a normális élet között. Választhatsz a kicsapongás között, meg egy szép házasság között. Már meg van fertőzve a gyerek. Vége. Ez egy beteg világ. A szabadságot arra adta Isten, hogy szeretni tudjunk. A szerető képességünk alkotó eleme. Mert a gépek nem tudnak szeretni, mert nem szabadok. Az állat sem tud szeretni, nem szabad. Isten halhatatlan szemét adott nekünk, minden egyes ember ki van szabadítva a fajtól. Föl vagyunk szabadítva. Testvérek, ez olyan üzenet, ez akkora öröm, de ez csak az Istennel egyesült életben működik. És aki azt mondja, hogy a szabadság az választási képesség a jó és a rossz között. Például, egyesek azt mondják, a nőnek szabadságában áll megöletni magzatát, vagy megkegyelmezni neki. Mi ebben az állításban a legmélyebb tévedés? Maga ez a választási lehetőség. Az, hogy a szabadságot abban látja bűnbeesett, az Istentől elrugaszkodott ember, hogy választhat gyilkosság és választhat élet között. A magzat érez, emberi személy. Testvérek, ne hazudjunk magunknak. 5 napos korunkba, édesanyánk méhébe. Ugyanazok voltunk, mint ma. Ne hazudjunk. Ha akkor elirtottak volna minket, akkor most itt nem lennénk. Tehát a magzaton belüli élet, vagy a kívüli, ugyanaz az élet. És akkor most tegyünk egy kísérletet. Egy családban 5 gyerek van. Rettenetes gazdasági állapotba kerültek. És akkor összehívják a gyerekeket, a szülők, és azt mondják, gyerekek, mi úgy gondoltunk, hogy 2 közületek megölünk, mert 5 nem tudunk nevelni. Na de mégis úgy döntöttük, hogy nem ölünk meg 2, a Józsikát meg az Ilikét nem öljük meg. Mégse. Ha ezt kijelentették, már megsebezték a Józsikát, meg az Ilikét, meg a másik 3 is. Mert az életet nem lehet választani a gyilkossággal szemben. Engem önmagamért kell akarni. Testvérek, most nem azok ellen szólok, akik ilyen súlyos bűnt követtek el, mert nem csak az asszony a bűnös, a férfi is. Ez az egész társadalom is. És egy plebános látott meghalni egy abortusz után egy asszonyt, aki még meggyónt, és azt mondta, ez egy szent asszony. Mert úgy megsiratta, és úgy megbánta. Nem erről van itt szó, hanem a választásról. Ha te azt hallanál, és a magzat érzi, hogy kegyesen úgy döntöttek, hogy életbe hagynak. Már sérültél. Testvérek, ezért mondja Simone Weil, a jó és a rossz közötti választás világa egy degradált, egy alacsony világ. Innét a titkos rokonság a házasságtörés és a tisztességes asszony. A lopás és a magántulajdon között. Persze, ha bűnt követ el valaki, az a rossz. A tisztességes asszony tiszteljük. De nem avatjuk szenté, mint Szent Erzsébetet. Mert a tisztességes asszony esetleg fogakat összeszorítva azért sem török házasságot, vagy a tisztességes férfi. De akkor már ott volt a választás. Amikor azt mondta Simon Péter, ha mindenki elárul is, verte a mellét, én akkor se árullak el, már elárulta Krisztust. Mert választott a gyalázatos árulás és Krisztus között. Testvérek, ez egy mérgezett világ. Meg is mondta neki az Úr, el fogsz árulni, de imádkoztam érted. Mi Krisztus imádságának a burkában vagyunk. Ki ne menjetek az egyházból, mert az egyház az egy ontológiai hatalmas nagy burok. Krisztus imádságában vagyunk, és ha elestünk, fölkelhetünk. Testvérek, nem választás a jó és a rossz között. Ez egy hazug szabadság. Ez a halál civilizációjának a megteremtése. Testvérek, ez nem keresztény fog. Nekünk papoknak, híveknek újra meg kell térnünk. Az a napi imádság,
Az a minden percben Krisztusba kapaszkodás. Az utcán megyek, mosogatok, kertet gondozok, kórházba vizsgálnak. Kiáltok az Istenhez. Istenem, szeretlek. Te vagy az én egyetlenem. Te teremtettél, te váltottál meg. Testvérek, ez a kapcsolat, ez fölötte van a törvénynek. Amikor azt mondja Szent Pál, az életem Krisztus, nem a 10 parancsolat. Az érvényben van akkor, ha megkísértetünk. Tehát nem értette meg Európa egészen a kereszténységet, mert nem értette meg a szentjeit. Egy Szent Pió atya, egy Szent Teréz anya. Miért mondja a katolikus egyház azt, hogy Szent Teréz anya? Hát egyedül te vagy a Szent, egyedül Isten a Szent. Igen, de a Szenthez tartozik. Oda tapadt, vele egy életet élt. Amikor Teréz anyához oda furakodik egy ilyen kis hát újságírócska, és azt mondja, Teréz anyáról azt mondják ám, hogy Szent. Oda fordul hozzá, miért maga nem az akar lenni? Aki csak jó ember akar lenni, a sok gazemberséget követel. Aki becsületes, református, katolikus, annak az élete is tele van mindennel. De aki szent akar lenni, a Szenthez tartozni, még ha gyarló is, annak kitisztult a szíve. Ezért mondja Szent Péter, mint élőkő, épüljetek fel Krisztus Jézus a lelki házzá, ő az alap. Ő a szőlőtő, mi a szőlőveszünk, egy életet élünk. Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja véghez vinni. Milyen tetteket? Csak szeretni fog. Ez az igazi szabadság. És testvérek, ez az a mennyei dicsőség. A mennyország nem túl van, vagy bennünk van, vagy nincs. Mert Isten a mennyország. És ezen a ponton próbáld ki ma délután. Ne úgy imádkozz, mint eddig, hanem egész léteddel, némán is kiálts. Istenem, én holnap meghalhatok. Senkim sincs odaát, csak te. És ideát sincs senki, mert egyedül te teremtettél. Csak te benned vannak szeretteim. Istenem és mindenem. Ezen a ponton nincs halál, nincs sötétség, nincs rossz. Nincs méreg, nincs mérgezés, nincs ártás. Pedig dehogy is. Ahogy kitesszük lábunkat a templomból, ahogy az imádság légköréből kijövünk, halál van, szenvedés, bűn van, szegénység, kísértés, igazságtalanság. Mégis az a mennyei dicsőség bennünk van. Így értjük meg a 20. századi Szovjetunióban élő költőnek, Arszényi Tarkovszkijnak, a híres Tarkovszkij filmrendező apjának hatalmas látomását, idézem, se rágalom, se méreg nem talál utat szívembe. Rossz előjelekkel nem számolok. A földön nincs halál. Nem kell rettegni a haláltól, légy akár ifjú, akár vén. Létünk fénysugár. Halál sötétség, nincs is e világon. A tengerparton állunk, emberek, és én társak közt, előkészítve hálom, várom közelgő örök létemet. Amen.